Füszfőn első ízben került arra sor, hogy egy képviselőtestületi döntés értelmében, méltó módon, egy fogadás keretében köszöntsék a település legsikeresebb sportolóit, edzőit és sportvezetőit. Hiszen, ahogy Marton Béla is említette köszöntőjében, ők azok, akik munkájukkal időről időre öregítik a terület hírnevét. 5-6 évvel ezelőtt az önkormányzat úgy döntött, hogy Füszfő rangját egy kicsit a sporton keresztül kellene megadni, vagy köztudatba átvinni. Nem olyan könnyű dolog ezt megcsinálni, mert manapság a támogatások elég nehezen jönnek össze, de azért mindenképpen kellene ezt valahogy erősíteni, vagy megpróbálni. És mennyire lehet büszke a település sportolóira? Én azt hiszem, hogy büszke lehet, mert körülbelül 4300-4400 ember él ezen a településen, és azért végül is OB1-es teniszcsapat van. A lányok, fiatalok nagyon jól úsznak, hiszen látik, hogy több országos döntőbe is első helyen végeztek, és hát Gerevics Rolandról nem is beszélve, aki ebben a pillanatban egyéni sportban Veszprém megyébe az első három, tehát abban a háromban van, aki a Sydney olimpián valószínűleg részt fog venni. Azt hiszem, erre azért büszke lett egy ekkora település. Érezzük most már, hogy nem csak magunkért játszunk, hanem az egész községet országszerte most egy kicsit még jobban megismertettük, és nem csak a saját örömünk, hanem úgy érezzük, hogy velünk körül most az egész lakosság. Csak kívánni lehet, hogy jövőre még több Balatonfüszfő ezüst emlékplakett, ezüst címerjelvény és füszfőkönyv találjon gazdára, és hogy a legeredményesebbek jutalmazása valóban hagyománnyá váljon.